Azért jöttél ide az éjszaka közepén, hogy ezt közöld vele? Egyszerűen felejtsd el az egészet. Úgysem lehet már változtatni rajta. Cheerio. Kérsz még valamit? Nem vagy ma túl beszédes kedvedben. A főnök mindenképpen azt akarta, hogy festessünk ki. Meg is tudom érteni. Ha valaki, ahogy ő is, éjjel-nappal az irodájában van, az ügyel a környezetére. Ugyan már. Nehogy már attól tudjon valaki jobban dolgozni, hogy újra spriccelik az egész falat. Nem értem, minek izgatod fel magad ezzel, hiszen mindenkinek megvan a maga kis boggara. Amit viszont én nem értek, hogy miért kell Stoki összes aktáját átcipelnünk ide. Nem tudom. De hát én is itt vagyok, hogy segítsek nektek. Hát ez az. Lassan készen is leszek itt. Jó, van, azért ne kapkodj el, mi még messze nem hurcolkodtunk át. De az idő pénz, a pénz meg sör. Légy szíves, add már fel a szalámi zsemléme. Na, mi lesz már? Jéger úr! A gázos vagyok. Leolvasnám a mérőállást. Jéger úr! Jéger úr, hiszen ön is kapott értesítést. Nyissa már ki az ajtót, kérem! Uramisten! Nos, látom, már otthonosan berendezkedtél. No igen, a pipáimat csak el kellett helyeznem valahol. Tudod, arra gondoltam, hogy most, hogy Stoki elment, és úgy sincs kisegítőtök, bejárogatok, és megcsinálok nektek ezt-azt. És hogy nézne ki ez a gyakorlatban? Nagyon egyszerűen. Ide ülök az íróasztalhoz, egyik pipát a másik után szívom, és rendbeszedem az aktákat, amiket Stoki itt hagyott maga után. Akták! Ez aztán jó ötlet. Itt vannak az akták, amik Stoki után maradtak. Már is nekiválthatsz. Itt van. Bocsáss meg, nem gondoltam ilyen komolyan. Mózer. Kérem, próbálja meg akkor értesíteni az áldozat hozzátartozót. Igenis, uram. Szervusz, Richard. Megnézheted, milyen az, ha valakit szinte duplán ölnek meg. Igen? Igen. Számos súlyos ütést kapott egy ismeretlen eredetű tárgytól. A fele is elég lett volna. Tehát nem profi volt. Igen, de ez ellen szól, hogy eddig nem találták meg a gyilkos fegyvert. A tettes valószínűleg magával hozta és el is vitte, miután nézett. Küldjék el az embereket! Az ütések irányzékából kiderül, hogy a gyilkos először szemből, majd hátulról sújtott le az áldozatra. Van rajta néhány kisebb seb, olyan sérülés, amely arra enged utalni, hogy valami nehéz fémtárgyal verték agyon. A rengeteg ütés következtében valószínűsíthető, hogy komoly belső sérüléseket szenvedett. Aha, belülről vérzett el, és mikor történhetett mindez? A holttest állapota alapján a fickó úgy 6-8 órája lehet halott. Tehát tegnap, késő éjjel. Jó reggelt, fiúk! Jó reggelt! Beszéltem az imént a házmesternével. A fickónak van egy barátnője, Jandel, Andrea. Tegnap kb. Este 11-ig itt volt. És hol találom most?
Ha a kereket akar cseréltetni, akkor hátrébb kell állnia. Még 4 autón van sorom. Mm-hmm. Maga Andrea Jandl? Már 22 éve. Aha. És maga? Mózár, bűnügyi rendőrség. Csak nem egy lopott kocsit keres. Magát keresem. Ismer egy bizonyos Heinz Jägert? Igen. Mi van vele? Meghalt. Meggyilkolták. Mi? Maga tegnap éjjel nála volt, ugye? Beszélhetnénk itt valahol 4 szem közt. Egész este veszekedtünk. Egy Birgit nevű lány miatt. Már jó ideje koslatott Heinz után. De ugye nem hiszi, hogy én öltem meg. Senki sem állított ilyet. De vajon kinek lehetett rá oka, hogy megölje Heinz Jägert? Az új pasi. Körülbelül 2 hete van egy új fickó nálunk. Mit jelent az, hogy nálunk? Egy a féle motorsportklub. Néha találkozgatunk itt-ott, és futamokat rendezünk egymás ellen. Futamokat? Miféle futamokat? Gyorsasági rallikat. Olyan helyeken, ahol senki sem jár. Mm. És mi van ezzel az új fickóval? Hogy is hívják? Még egyáltalán nem mondtam a nevét. Tehát? Christian Shaw-nak hívják. És mi történt kettőjük közt? Közte és Heinz Jäger között? Ő és Heinz. Egymás ellen versenyeztek legutóbb. És Shaw azt állította, hogy Heinz elvakította a fényszórójával, és csak ezért tudta legyőzni. Hogy néz ki ez a Christian Shaw? Középmagas. Szőke. Piros eszkortja van. Hol találhatom meg? Sejtelmem sincs róla. A címét én sem tudom. De esténként mindig kint van a terepen. Na. Szervusz, Höllerer. Kérlek, nézz utána egy bizonyos Christian Shaw-nak. 25 és 30 év között van, szőke, középmagas. Nem, a lakcíméről nincs információm. De mégis szeretném megtudni, hogy hol lehet. Tehát úgy gondolod, ilyesmivel ölték meg a pasast? Igen, tulajdonképpen erre gyanakodtam. Most viszont meg is fogunk győződni róla. Egyébként a halott fejsérüléseinél apró olajnyomokat találtam. A vizsgálatok pedig azt mutatták ki, hogy ez az olaj származhatott autószereléshez alkalmas eszköztől is. Gondolod, hogy a gyilkos fegyver egy autószerelő műhelyből került? Lehetséges, de ezt neked kell kiderítened. Azon vagyok, Leo, azon vagyok. Mondd csak, nő is elkövethette ezt a gyilkosságot?
Igen, nyugodtan. Ez a csavar kulcs éppen elég nehéz tárgy. Nem kell nagy erő ahhoz, hogy néhány halálos ütést mérjenek vele valaki. Igen, Mozart. Riad, sajnos semmi eredmény Krisztián Sú ügyében. Bár van néhány ilyen nevű ember, de nem illik rájuk a leírásod. Van egy 8 éves, meg egy másik, aki viszont 72, és így tovább. Megpróbáltam átvizsgálni minden kartotékot, de hát Krisztián Súdat nem találtam. Szóval te tudod, hogy jól bukkalhat fel? Remek. Akkor miért tetted, hogy hiába keresgéljek? Höllerer, tudod, hogy hogy érzem most magam? Mint a régi szép időkben. Itt van az új pasi is. Majd rájön, mi a dörgés itt. Tudod, hogy mit fog csinálni? Fogalmam sincs. De ez kemény fickó. Tegnap is az volt. Ilyen dühösnek még sohasem láttam. Gondolod, hogy ő ölte volna meg Heinze? Kinézném belőle. Bár nagyon nyugodt típusnak látszik. De a vezetésnél kiengedi a gőzt. Egy napon még kitöri a nyakát. Minden esetre mi szereljük az autóikat. Ezek a futamok gyilkolják a kocsikat. A pénzükre pedig szükségünk van. Ilyen egyszerű az egész. Jó, jó, jól van már. Mi van? Miért néztek így rám? Nálam járt a rendőrség. Heinzet meggyilkolták. Mi? Mi már mindannyian tudunk róla. Csak te játszod a meglepettet. Meglepettet? Azt hiszed, hogy van hozzá valami köze? 11 óráig ott voltam nála. Akkor még élt. Aztán jött valaki és megölte. És te vitatkoztál vele tegnap. Ez kész őrültség. Igen, a versenyen tényleg összekaptunk. De ezért még csak nem öltem meg. Ne is izgasd fel magad. Andrea épp úgy lehetett Heinz gyilkosa. Heinz szakítani akart vele, hogy velem járhasson. És ő ezt tudta jól. Te nem vagy normális. Heinz sosem hagyott volna el engem, pláne nem egy olyan trampliért, mint te. Mindig azt mondta, hogy jobb vagyok az ágyban, mint te. Te szemét lotyó. Mit bámulsz? Mi van? Azonnal hagyjátok abba! Semmi értelme, hogy egymás torkának ugorjatok itt. A rendőrség majd kideríti, hogy ki ölte meg Heinzet. Majd mi magunk között elintézzük. Csak nem akarnak önbíráskodást végezni, Ander kisasszony. Hát, ha nem az igazit kapják el. Elnézést a zavarásért. Bűnügyi rendőrség. Na, gratulálok. És mit akar? Beszélni magával. Ön Krisztián Sú? A jogi képviselőm jelenléte nélkül egyetlen szót sem váltok önnel. Profi. De a papírjait azért szeretném látni. Azt inkább elvenném. Itt jobb helyen lesz. Van magának fegyverviselési engedélye, vagy valami hasonló? Igen, van. Csak elveszítettem. És hol? Nem tudja, ugye? Sajnos nem.
Ahogy látják, nem egyedül érkeztem, és szeretnék mindannyiukkal beszélni. Egyes sorszám. Rex! Esetleg megmutatná jogosítványát, vagy az is elveszett már? Christian Shaw, 1967. május 25. Hol lakik? 16. kerület, ott a Kringer út 124. De oda nincs bejelentve. Csak nem régen lakom ott, sokáig nem éltem Ausztriában. Világcsavargó. És merre járt? Az utolsó 10 évet külföldön töltöttem. Németország, Spanyolország, Franciaország. Versenyezgettem itt-ott. És most hol dolgozik? Sehol. És miből él? Spórolt pénzből. Ebből elég. Megyek és rágyújtok. Lehetséges, hogy a bűntény idején a lakásában volt, de tanúk nélkül ez semmit sem ér. Önnek nincs alibije, tisztelt uram. De miért öltem volna meg én Heinzet? Mert tegnap összekaptak a versenyen. Jäger nem versenyzett valami sportszerűen, igaz? Lehet, hogy maga engem gyanúsít. Akár. Ha nem találja meg a fegyverviselési engedélyét. Hogyha megtalálta, akkor hívjon fel engem. Ezt pedig addig magunknál tartjuk. Szervusz, Micsi. Szervusz. Tehát a fegyver nincs regisztrálva. Akár még ez is lehetséges. A jelölések annyira kopottak itt a csövén, hogy nem lehet azonosítani. Csak a lőszerteszt dönthet. És az mennyi ideig tart? Meg kell néznem a lövés nyomát, hogy aztán a hüvelyburkának nagyságát összetudjam hasonlítani hasonló kaliberű fegyverekével. Akkor legalább azt tudjuk majd, hogy szerepelte a fegyver valaha is rendőrségi vizsgálatban. És talán azt is, hogy ki. Tehát eltart egy ideig. És bővebben. Elég sokáig is eltarthat. Az újonc nem kíméli a gumijait. Azért volt olyan, aki jobb volt nálam. Tudom, hogy kire gondolsz, apa. De bele kell nyugodnod végre, hogy a bátyám meghalt. Mit gondolsz? Ki ölte meg Heinzet? Van elképzelésem róla, hogy ki lehetett. Úgy? És ki? Jó napot! Valami van a karburátorral, meg kéne néznetek. Vagy úgy. Most, hogy Heinz meghalt, úgyis te vagy a leggyorsabb. Ez is egy indíték lehetne, nem? Mit keres maga itt? Mindig szívesen beszélgetek. Akkor meglátogathat otthon is. Őrület, nem? Azt gondoltam, ez az igazi otthona. De ha van jobb ötlete, mehetünk. Beszélgetni akar velem? Na jó. Akkor szálljon be. Kitűnő ötlet. Kész vagy? Kész. Minden oké. Miért is ne? Előkerült a fegyverviselési engedélye? A kesztyűtartóban van. Ez egy új. Erre igazán nem tudom visszaadni a pisztolyát. Hiába próbál meg kijátszani. Onnan van a fegyver.
A pályaudvaron vettem a pisztolyt. Lengyelektől. Lengyelektől? Épp most végzünk egy lőszertesztet. Ha a fegyvere nem tiszta, egyel több dolog lesz a rovásán, és ha kihányom a reggelit, akkor is. Tényleg? Azért használ hamis nevet, mert hamis a fegyverviselési papírja is. Ha megmondaná az igazi nevét, mégiscsak könnyebben boldogulnánk. Köszönöm, igazán pompás volt. Az újoncunk jól vezet, nem igaz? Igen, de azért én már láttam jobbat is. Én is, de nem sokszor. Nem olyan nehéz egy ilyen terepen leírni néhány kanyart. Szeretnék beszélni magával. Nem tudok segíteni. Nem tudok semmit sem. Különben is sok a dolgom. Itt marad, hogyha kihívom őt egy futamra? Igen. Azt megnézem. 500-at teszek az újoncra. Jó. Ellene. 1000? Állom a fogadást. És azután beszélgetünk? Hogyha maga nyer, igen. Aha. Milyen szakaszon megyünk? Megmutatom. Egy kör próba, két kör futam, oké? Oké. Rex, te itt maradsz. Rögtön visszajövök.
Gratulálok. Hol tanult meg így vezetni? Az autós iskolában. Mondja, nem látta valahol a kutyámat? Ide figyelj, hát te meg hogy nézel ki? Kirámoltál egy raktárat? Tartozom magának 1000 shillinggel. Ha, felejts el. Megyek egy kört ezzel a géppel, és kvittek vagyunk. Nem, sajnos. Nem használhatjuk már ezt a pályát. Hogy? Az egyik tulajdonos panaszt emelt a lárma miatt. Be kellett zárnunk a pályát. Korábban minden hétvégén volt versenyünk. És a motorsportklub tagjai is ide jártak? Néhányan gyakorlatilag itt nőttek fel a pályán. Szép idő volt. Ez a magáé? Igen. V8-as. Maga is autóversenyző volt? Hegyiral is. A Geisbergen, igen. És most már nem? Rég volt, szép volt. Ismeri közelebbről Christian Schult? Úgy értem, mit csinál ő tulajdonképpen? Csak annyit tudok róla, hogy jól vezet, más nem. Igen, Moser. Köszönöm, kolléga urak, rendben van. Meg sem kísérelte óvatosan eltávolítani. Vagy nagyon sietett, vagy jók az idegei. A zár sem sérült meg. Egy kupa. Magával vitt egy kupát. De miért? Osztrák Rally Bajnokság 1995. Ennek a futamnak a kupája hiányzik. Ez egyértelmű. Ezek a lövések ugyanattól a fegyvertől származnak. A 3 paraméter megegyezik. Van még egy bizonyíték. A lövedék becsapódásánál a golyó sohasem teljesen egyenesen halad, kicsit balra húz. És ez azonosítható? Mindenképpen. Ezt a fegyvert 5 évvel ezelőtt használták egy rabló támadásnál. A tettest elkaptuk. És mi történt a fegyverrel? Természetesen lefoglaltuk, és 3 hónappal ezelőttig itt is volt nálunk. És akkor hogy került ki innen? Az ifjúsági bűnügyi csoport egyik munkatársa igényelte ki magának. Tehát, kolléga, rögtön gondoltam.
Szereztem egy új kipufogót. Ha azt beszereved nekem, soha többet nem veszítek. Rendben van, de meg kell várnod, amíg ezt befejezem. Jó. Andrea mesélte el neked, hogy Heinzet meggyilkolták? Igen. Teljesen kiborult. Ez furcsa. Nagyon furcsa. Te azt mesélted valakinek a csapatból, hogy Heinzet agyonverték. Valószínűleg, mert Andrea is úgy mesélte nekem. Én megkérdeztem őt erről. A rendőrség csak annyit mondott neki, hogy megölték, de azt nem, hogy hogyan. Mit akarsz ezzel mondani? 6 héttel ezelőtt volt egy futam Heinz és a fiad Max között. Aztán Max nekivágódott egy csapóajtónak és meghalt. 12-en látták ezt a csapatból. És senki sem értette. De miután Heinz elvakított engem a fényszórójával, te már tudtad, hogy ugyanezt tette Maxal is. Na és? Őrizetbe veszem önt a Heinz Jäger ellen elkövetett gyilkosság gyanúja miatt, Gasser úr.
Krisztián! 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 Mi történt az apámmal? Tudja azt maga nagyon jól. És vele mi van? Ájultan feküdt odabent. A maga kutyája mentette meg az életét. A kutya? És ki hozta ki onnan? Nem akartam, hogy még valakit megöljön az apám. Én meséltem el neki Heinz fényszoros trükkjét, és hogy Heinz így vakíthatta el a bátyámat is. Sosem gondoltam volna, hogy megöli ezért. Tudja, hogy miért hozta el a kupát Heinz Jäger lakásából? Heinz itt nyerte meg azt a kupát ezen a pályán. De ő nem volt sportszerű. Úgy ítéltem meg, hogy nem illeti őt meg az a kupa. Megpróbáltam legalább kárpótolni a fiamat. Sportszerűség. Úgy, ahogy ezek ma hajtanak, csak veszíthetnek. Mind önzőek, másra sosem gondolnak. Tudott arról, hogy az apja ölte meg Heinzet? Rögtön gondoltam. Csak reménykedtem benne, hogy nem igaz. Hiszen maga is Krisztián Schuh-t gyanúsította. Őt? Ő közülünk való. Ezt meg onnan veszi? A fiatal gázszergyilkosa után kellett nyomoznom, és már olyan közel voltam. Ezért inkább nem mondtam semmi fontosat sem Moser kollégának. Ne haragudjon. Azért, amikor olyan jót autókáztunk, akkor csak szólhatott volna, nem? Egy nyomozó, aki álnéven dolgozik, még maga előtt is titkolódzik, nem csak a kollégája előtt. Vagy úgy? Igen, ezen kívül pedig szerettem volna az ügyet egyedül megoldani. Én is úgy gondolom, hogy ezt szerette volna Böck úr. Böck? Böck? Ki a csuda az a Böck? Böck úr ez a fiatal ember, aki mától a csapatunk tagja. Akkor tehát nekem már nem is kell helyettesítenem Stockingert. Hál' Istennek. Akkor járhatok megint kávéházba, olvasgatni, sakkozgatni, és nem kell Stockingattáig. Vagy igen? Egyébként gondolod, hogy az új kollega szívesen megy majd ki reggelért? Hát persze. De hát van itt valaki, aki szívesen kiszolgál mind a négyünket. Akkor szerintem kocincsunk Rexre. Nos, te is kérsz, vagy már eleget ittál? Egészségükre!